Az elmúlt szezonban a Kisvárda és a Szeged NB2-es randevúja nem hozott gólgazdag találkozókat. Kisvárdán 1-0-ás hazai siker született, míg Gyulán 1-1-es döntetlen után pontosztoszkodással zártak a felek. Idén sem mehettek biztosra a várdaiak, hiába tanyázott a tabella alsó harmadában a Szeged, Subka Attilával az élen tavalyhoz képest még masszívabbá vált az együttes. Kondás Elemér több változást is eszközölt a múlt heti Kazincz Barcika elleni döntetlent követően a kezdő felállásban. Sárgalapos eltiltása után Oltán, sérülése után pedig Bári Barnabás is az első perctől ott lehetett a pályán, míg Dielceg és Horváth Zoltán csak a padon kezdett, csak úgy, mint a Szeged elleni legutóbbi két mérkőzésen egyaránt gólszerző Gosztonyi András is. A mérkőzés elején a Szeged próbálta magához ragadni a kezdeményezést, Szabó Péter kósza próbálkozásai azonban veszélytelenek voltak zöldesi kapujára. A félidő lefújása előtt azonban a várdaiak fújhattak egy nagyot, hiszen előnnyel vonulhattak pihenőre a két kezdőcsapatba visszakerült játékosnak köszönhetően. Oltán kapott jobb szélen labdát Misistől, beadása Vári fejét találta meg, ő meg a labda kapuba vezető útját. A második félidő elején folytatta az offenzívát a Kisvárda, a támadásokat pedig gól koronázta. Illics jól ugratta ki Várit, akinek nem remegett meg a lába, és a kilépő Szántai felett a kapuba emelt. A hajrában zöldesének is akadt dolga, előbb egy 19 méterről leadott löketet hatástalanított lábbal, majd Beke 16 méteres lövése sem okozott neki gondot. A Kisvárda maga biztosan őrizte előnyét, és végül 2-0-ra nyerte a mérkőzést. Győzelmével már 40 ponttal áll a második helyen Kondás Elemér együttese, 11 ponttal előzi meg a harmadik Vácot, és 3 pont a hátránya a hétvégi ellenfele, az Jellovas MTK-val szemben.